Én mindig azt a stratégiát követem, hogy szükségesen nehéz legyen ahhoz, hogy több lépése előre látva lássuk, hogy mi lesz a feladat, és már arra készüljön föl az ember, mert annál könnyebbre, ha felkészül, nagyon nehéz utána lépni, és utána arra a szintre emelni a tudást. A tárgyalásokon általában vezetői hiba, hogy másra gondol és mást mond. És odálkozik, hogy nem értik és nem tudják követni. Ugye következetlenség, ez a egyik legnagyobb hiba a vezetésben. És az ilyen nyuansznyi dolgokon múlik. Ezért a gyakorlatokat, ugye a E2-est is, amit most fogunk gyakorolni, ott nagyon fontos, hogy először eldöntöd, hogy hova fogsz menni, aztán te mész oda, a tenyered követi ezt, ugye ez banális, hogy a tenyered követi a testedet, nyilván jön veled a tenyered, de azon a vonalon jöjjön a tenyér, ahol te mész, és azon a vonalon menjél te, ahova elgondoltad, és akkor automatikusan az expert már azon a vonalon fog jönni, mert már három esetben megtörtént azon az úton egy ugyanolyan esemény. Ezért az ő esélye nagy, hogy arra menjen, ha fel van jól építve a gyakorlat. Meg fogjuk erősíteni ezt másképpen is, ezt a gyakorlatot, a fantázián keresztül még pluszban, és akkor így egyre nagyobb esélyeket adunk meg. És ezek nélkül is működhet, de egyre kisebb az esély. És vezetésnél az, amikor az ember kitalálja, hogy ez legyen, az legyen, aztán másképp mondja, és akkor az emberek megcsinálják azt, ami volt, de az már nem megfelelő. Tehát ezek ilyen hibák lesznek. Úgyhogy erre oda kell figyelni, és ezt gyakorolni kell ilyen gyakorlatokon keresztül. Akkor jól értem, hogy az E2-es gyakorlatnál az nagyon fontos, hogy először kitalálom, és végig gondolom, és rákoncentrálok oda, hova érkezni fogok. És igen. Így van. Tehát ahogy billegünk, miközben billegünk, és már látom, hogy megvan az összhang, akkor felszabadul a figyelmem, mert már megvan az összhang. Előtte nagyon figyelek csak arra, hogy a billegés meglegyen, és jó legyen. Harmonikus legyen a kapcsolat. Amikor harmonikus a kapcsolat, akkor felszabadul a figyelmed, mert már nem kell annyira koncentrálni. Ezt a felszabadult potenciált használod ki arra, hogy elképzeled a jövőt, hogy mi lesz. Közben megtartod a billegéssel ezt a kapcsolatot. Elképzeled, hogy hátra fogsz menni, és oda fogsz menni. És ezen nem változtatsz. Körülnézel előtte, hogy van-e ott valaki. Azt, ja, egyébként tegnap nagyon soknál láttam, hogy neki mentek a másiknak, nem figyeltek. Tehát az operátor kell nézze azt, hogy egyáltalán mehetnek-e arra. Ha ez megvan, hogy arra mész, akkor visszatérsz oda, hogy megvan a kapcsolat, és a megfelelő időpontban távolodsz el, de először a tested távolodik, követi a kezed a testedet, a tested megfelel az elképzelésnek, és arra megy, a kezed megfelel a tested útvonalának, és akkor van egy ugyanannyi hely az operátor és a tenyered között, mint a tenyered és te közötted, és akkor jön az expert ugyanazon az úton, először te kanyarodsz el, aztán jön a kezed, és jön az expert. Kiküszöbölni, hogy nyilván ebben is volt egy gyakorlat, hogy eltűntem, hogy oda megyek, aztán végül mégsem oda mentem, hanem több máshova, és ugye egyértelmű az expert aztán nem követett engem, hanem kb. Abban az irányba ment, ahol a legelején volt egy korszak gondolatom, hogy majd oda megyek, aztán elhesegettem valamivel, aztán kitaláltam, hogy mégsem oda, inkább oda. Hogy hogyan lehet így elébe venni ennek, hogy ne legyenek ilyen kósza gondolatok, hanem az első gondolatok... Koncentrálsz. Koncentrálsz. Tehát akkor, amikor elkezded a gyakorlatot, akkor az első feladat nem az, hogy hova mész. Az első feladat a kapcsolat létrehozása. Eleve a kapcsolatnak a feltételei, az, hogy kontaktusba kerülj, tehát találkozzál, érintkezés legyen, azonosság legyen, tehát elkezdtek billegni. Ez lesz az azonosság, azonos életet éltek, csak itt a kezed a modellje a testednek. És kell egy szeretet, ez is a kapcsolatnak a feltétele, tehát három feltétele van,
a kontaktus, azonosság, hasonlóság, azonosság, és a szeretet. A szeretet meg azt jelenti, hogy közös cél van. És akkor lesz kapcsolat. Tehát hiába van hasonlóság, ha nincs közös cél. A közös cél pedig a mozgásban fog megnyilvánulni, és abban nyilvánul meg, abban. Tehát ugye a szeretet nem minden esetben olyan, hogy ilyen lelki szeretetről van szó, hanem a szeretet struktúráját hozzuk létre, akár mechanikusan. A mechanikája pedig úgy modellezhető, amit magyaráztam tegnap, hogy az expert egy kicsit nyomja a másikat, ő is egy kicsit nyomja, és ezzel megvan a kapcsolatnak a célja, hogy együtt maradjanak. Ha az egyik nem csinálja, akkor nincs szeretet. Ha az egyik túl erős, akkor sincs szeretet, mert túl erős. Tehát ez harmonikusan kiegyenlített kell legyen, és ehhez rakja hozzá az operátor a mozgást. De a nyomást az expert mindig megtartja. Tehát ez lesz a szeretet. Megvan a három feltétel. Ezt kell kialakítanod először. Addig neked ne legyen terved. Addig ne gondolkozz az úton. Ha amikor megvan ez a kapcsolat, akkor körbenézel, hogy van-e mögötted valaki, nincs senki. Ha van, akkor megvárod, míg elmennek, és billegsz. Elmentek, akkor eldöntöd, hogy hova mész, majd visszajössz, koncentrálsz, és elindulsz. Tehát a megoldás egyértelműen az, hogy a sorrendet betartjuk. Ugyanis ha oda mész, és mielőtt kapcsolatba kerülsz, és te eldöntöd, hogy majd ide fogod húzni őt, mi alapján döntöd el? Még nem találkoztál vele, nem kerültél vele kontaktusba, nem alakítottál ki kapcsolatot, nem látod a képességeit, nem érzed azt, hogy elvihető oda vagy bármi ilyesmi. Ez tárgyalásnál ugyanekkor a probléma. Persze, el akarod adni a termékedet, ez teljesen normális. De eladható-e a termék neki? Jó-e, ha neki eladod? Ezek nagy kérdések, persze. Nyilván, ha a birodalmat építsz és hatalmat, akkor ezen nem gondolkozol, eladod és kész, pont. Erőszakkal vagy szépen, de így vagy úgy rákényszeríted, vagy másképp, de el fogod adni. Ez egy más kérdés, hogyha ilyet építesz. De ha hosszú távon építesz és a saját életedet építed, plusz építed a saját gazdagodásodat, a jólétedet, akkor már ezeket figyelembe kell venned, mert hosszú távon ezt így kell fölépíteni. A tárgyalásnál az egy rossz dolog, hogy mész a tárgyalásra, és eldöntöd, hogy mit fogsz mondani neki, és hogyan. Majd amikor odaértél, akkor van kontaktus, hello. Lesz azonosság. Azonosan csináltok valamit, leültök, mind a ketten ültök, mind a ketten figyeltek egymásra, kialakítjátok ezt a kis húzavonát, te kérdezel, ő válaszol, ő kérdező, te válaszolsz, és így tovább. Tehát kell, hogy ő is kérdezzen, kell, hogy te is kérdezzél. Ha ő nem kérdez, az már rossz, akkor már nem lesz kapcsolat. Ha te nem kérdezel, szintén nem lesz kapcsolat. Ezért kellenek ezek a dolgok. És hogyha ő nem kérdez, akkor el kell érjed, mielőtt a témára térsz, hogy kérdezzen, tegyen föl kérdést. Ha nem tesz föl kérdést, akkor kell mondjál olyan dolgokat, amelyben te megfogalmazol egy olyan választ, mint hogyha ő föltette volna a kérdést. Nem annyira fasza, de nagyjából megvan, mert a struktúráját létre lehet hozni a kérdésnek és a válasznak, és akkor létrejött valójában. Tehát ez lesz a billegés. Addig még nem mentek sehova. Amikor billegtek, akkor van potenciálod elgondolkozni azon, hogy akkor most itt a termékem, és mi lesz jó neki, mi az az irány, amivel akár rákényszerítem, akár együttműködök vele. Ugye most direkt úgy beszélek, hogy a jót meg a rosszat is mondom. Amit én nem képviselek, azt is elmondom, hogy van. Mindenki a saját lelkiismerete szerint és élete szerint válogasson belőle. És akkor van meg a legnagyobb esélye annak, hogy kapsz egy igent. Addig nem szabad ezen gondolkodni. Csak összezavarod. És amikor ez megvan, akkor el kell indulni,
és meg kell állni azon a ponton, ameddig lehet menni vele. Ha túl messzire megyünk, és mesélünk, hogy még ez, és erre is jó, és arra is jó, meg amarra is jó, és ez a legjobb, és már nem kérem, köszi. Megveszem inkább a szarabbat mástól. Tehát kell tudni, hogy eddig megyünk, ide megyünk, találkozunk. És mindig kell adni neki olyan pontot, hogy egy picit elrugaszkodom, amire fölfigyel, és egy picit furcsa, és kell alkalmazkodjon. És bevárom, megérkezett, megnyugodott. Kicsit arra megyek, bevárom, megérkezett, megnyugodott. Kicsit távolra megyek, megnyugodott. Elmehetek messzire, mert már nyugodt, bízik bennem. És akkor csinálom meg a kanyart, és viszem el oda a beszélgetést, ahol ő még nem járt. Ez ugyanígy kell tárgyalni, mint az E2-es gyakorlat. Nincs különbség. Tanítani ugyanígy kell az embereket. Bármire. Ugyanezt kell csinálni. És ugyanez a párkapcsolatban is van, csak a párkapcsolatnak más a célja, és ezért másképp zajlik. Hát ugye szó sincs arról, az már tényleg egy nagyon szar dolog, hogyha rákényszerítésről van szó, vagy bármi ilyesmiről. Ott nem kell eltervezni, hogy hova megyek. Ott megjelenik, hogy hova lehet menni. És abból lehet választani. Tehát más irányból közelítünk, és más utakon lehet járni. De a törvényszerűsége és a szakaszai a párkapcsolatnak pontosan ugyanaz, mint egy háború kirobbantásának, annak megnyerésének, egy földnek a leigázásának, elfoglalni a Marsot, a tejutat, meg a sarki fűszerest, bármelyik. Nincs különbség. Az illatos úton pontosan ugyanígy szedik ki a pénzt a zsebünkből a lányok az utcán. Ennyi. Aki ügyes, az pontosan ugyanezeket a szakaszokat tartja be. Te szép autód van. Akarsz-e valamit? Nem vagyok én kurva, de ma szabad napon vagyok. Kész. Megvan a hasonlóság. Te is szabad napon vagy. Te se vagy kurva. Ennyi. Na, amennyit hozzárakunk ma a gyakorlathoz.